Vagyontárgyai esztétikus védelmét bízza a magyar termék nagydíjas Steelvent kerítésekre és kapukra. A garázs támogatója a Service for You Hotel Management Company. Kedves nézők, üdvözöljük Önöket ezen a héten a garázsban, amikor is egy nagyon különleges műsor lesz, hiszen egy új jövevényt üdvözölhetünk a stábban, egy autóról van természetesen szó, nem egy emberről, őt ismerhetik meg majd hosszabb távon, amikor kimenekítjük az elmúlt két éven történt lakhelyéről. Nagyon meglepetés volt számunkra is, mikor oda mehettünk, Önök számára is az lesz, hogy megismerhetik majd új jövevényünket. Azonban, mint megszokhatták előtte a hét híre, amiről fogalmam nincsen, mi az, mert hát János mindig a felkészült személy ebből kifolyólag. Igen, hát egyrészt azért is árultam el, mert róla lett szó, ugye a mellettem álló fiatalember a Rally Európa bajnokságon, az Azuri-szigeteki futamon megnyerte a kétkerekes kategóriát, amihez ugye külön gratulálunk. Köszönöm szépen. De ami fontosabb, hogy már eddig is vezette a bajnokságot, most meg még jobban vezeti, hogy ezentúl most már lassan nekünk is mennünk kell a futamra, hogy csápolhassunk így, remélem majd elindítani. Vendégül látok benneteket bármikor. És hogyha már itt tartunk, hogy te is Hondával, mert van egy másik hondás fiú, aki pont most hétvégén, május 4-én, 5-én van a Hungaroringen a WTCC aktuális fordulója, hogy Mihelyis Norbi mind a kettőnknek nagyon jó barátja, nagyon szeretjük és drukkolunk is neki. Úgyhogy ha valakinek van ideje vagy elszántsága, mindenképpen menjenek ki a Hungaroringre. Ugye a fontosabb futamok vasárnap lesznek, tehát 5-én. Sőt, ha jól emlékszem, az 56-osok teréről megy ingyen busz is, tehát senki nem maradjon azért otthon, mert hogy mivel jut ki. Ki lehet jutni, ugye megint ingyenes a hétvége, a padokba kell csak fizetni. Én azt gondolom, hogy a lelátóról megint egy fantasztikus élménnyel lehetnek gazdagabbak. És most már látjuk a múlt hétvégi szlovákiai ringi futamból, hogy megint van esélyünk, ahogy tavaly Norbi ugye a BMW-vel sikeresen nyert a ringen, most megint van esélyünk, hogy talán a Hondával idén is. Igen, na, úgy néz ki, hogy összeállt a Honda, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy Norbi megint akár egy dobogós helyen, vagy talán egy győzelem is elérje, hogy mindenki, aki csak szereti az autósportot, menjenek a Hungaroringre. A BMW 2009-ben mutatta be az X1-est, ami a legkisebb szabadidő autójuk. Ugye ez egy régebbi 3-asra, tehát az E90-es kódjelvű 3-as BMW-re épülő kis szabadidő autó, ami azt jelenti, egy picit megemelt hasmagasságú, kicsit magasabb is az egész autó, de alapvetően ez már inkább egy crossover, tehát kemény terepre nem való, viszont összkerék hajtású és kicsit magasabban ülünk, emiatt a hölgyek elsősorban nagyon szeretnek ilyen autóval járni. Inkább ezt az igényt, ilyen városi terepjáró igényt elégíti ki, és azt gondolom, hogy az egyik legsportosabban vezethető kis terepjáró lett. Azonban már akkor, mikor bemutatták, akkor se lehetett tisztán eldönteni, hogy melyik a jobb választás, egy 3-as kombi, vagy egy ilyen X1-es, hiszen a belső térkínálat is hasonló, és ez a 400 liter környéki csomagtartó méret is hasonló. A 2012-ben, tehát tavaly ez az autó átesett egy kisebb modell frissítésen, és ezzel együtt elvileg meggyőzőbbnek kéne lennie. Azért mondom, hogy elvileg, mert igazából nagy különbséget nem lehet észrevenni. Ez továbbra is egy nagyon jó vezethető, sportosan vezethető kis autó. A tesztautóban egy 2 literes dízel, ez a legkisebb motor, 184 lóerős, 380-as nyomatékra képes 2 literes dízelmotor van, és talán a világ legjobb automata váltója, a ZF által tervezett 8 fokozatú automata. Egyébként ez a váltó annyira jó, hogy most már legtöbb cég ezt próbálja beépíteni más modelljeiből is. Tehát ez a hajtáslás dolgozik ebbe az autó, és azt kell mondanom, hogy szinte tökéletesen üzemel. Nagyon kellemes a kormányzás rásegítése, végig ilyen sportos érzés van. Kicsit gagylósítottak az ülések, nagyon jó az ülés pozíció maga, és az egész autóval ilyen sportosan lehet közlekedni. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy aki inkább a sportosabb, ilyen hobbi terepjárókat szereti, annak lehet egy jó választás. Továbbra sem tudom eldönteni, hogy biztosan ezt az autót kellene választanom, ugyanis, mint már mondottam, ez a régebbi 3-as alapjára épül, ugye azóta megjelent egy új 3-as, az F30.
ami egy jóval korszerűbb technikát, mondjuk motorikusan nem, de egyébként egy jóval jobb kocsi lett, és abból egy 3-as kombi is hasonló áron kapható. Még nekem elég nagy kedvencem az X3-as, ugye, ami az egyel nagyobb BMW szabadidő autó, az is egy jóval modernebb autó már ennél, és tágasabb is, és nem sokkal drágább. Tehát még egy ilyen modellnek az alapára, egy ilyen X1-esnek az alapára 10,3 millió forint, és ez egy jól felszerelt példányért pont egy 13-at is elkérnek. Addig egy ilyen X3-as ugyanezzel a felszereltséggel kb. 10%-kal drágább, ami azt gondolom, hogy ennek a vásárló közönségnek annyira nem gond. Még egy 3-as kombi hasonló motorral és felszereltséggel körülbelül ezen az áron van. Tehát igazából az X1-es már nagyon jó autó, csak olyanoknak merném ajánlani, akik feltétlenül erre a magasabb ülés pozícióra vágynak, hiszen az összkerékhajtás és egyéb dolog egy 3-as kombi is kapható, aki pedig egy kicsivel tágasabb, nagyobb autót szeretne, ami tényleg egy jobban terepjáros megjelenésű is, aztnak pedig érdemes szerintem az X3-asnak azt a 10, kb. 10%-os felárát kifizetnie, hiszen az még egy fokkal talán jobb autó is. Amit még talán érdemes elmondani, az X1-es motorjára, ugye mondtam, hogy ez talán az egyik legjobb választás a BNK kívánatában, hogy egyrészt erős, másrészt nagyon keveset teszik, hiszen a városban járkálva is egy 7 liter alatti fogyasztás sikerült vele elérni, ami azt gondolom, hogy egy igen jó érték. És ezzel a 8 fokozat automatával, ami ha kell lágyan vált, ha kell pedig sportos, egy nagyon jó összhangot teremt, tehát ennél dinamikusabb autóra szerintem nagyon kevés embernek lehet szüksége. Persze meg lehet venni a 3000-es dízelt is, az ennél elősebb motorokat is, de ez már bőven kielégíti egy átlag embernek minden igényét, sőt annál dinamikusabban is megy. Ahogy tehát ígértük a bevezetőben, eljöttünk valóban Budapest egyik külső kerületébe, hogy találkozzunk Tibivel, a mi kedvenc rendezőnkkel és producerünkkel, aki egy olyan meglepetéssel készült, amit még mi sem tudunk, tehát nekünk is meglepetés. Tibor, miért rendeltél bennünket ide? Tudtuk, hogy kell kettőnknek jönni. Igen. Ez volt a lényeg gyakorlatilag. Ennek több oka is lehet. Az egyik az, hogy már meglepetés és szívesen látlak titeket. Kettő meg lehet, hogy tolni kell. Igen. Az, hogy tudjátok, hogy nekem nagyon-nagyon régi vágyam egy autó, ami nekem Corvette. Ilyen... Igen, de arra még nincs meg a finanszírozás. Úgyhogy így a másik végletbe mentem el, ennek is szép színe van, és hát ilyen volt az első autóm, úgyhogy egyből ki lehet találni. Fogalmam nincs, mi volt az első autód, én sem tudom. Akkor gyertek, megmutatom, mi lapul itt a kertben, és nézzetek be. Wow. Jó napot kívánok! Szervusz, Lajos! Szevasz, Tibor! Isten hozott! Magam is igyekeztem. Mondjuk a köszönésből úgy tűnik, hogy valami ismeretség. Igen, az van, hogy Lajos nagyon-nagyon régi családi barát, tehát én amióta élek... Üdvözlöm! Szevasz, Rezi Lajos! Amióta élek, ismerem a Lajost, és hát nekem ő a családi legendáriumban létezik, ezzel az autóval, amit tudom, hogy millió éve ismerünk, és hát végre találtunk ebből, vagy találtam ebből egy olyan autót, mert meghallottam a mamámtól, hogy a Lajos el akarja adni az autót, és én meg azonnal, most hív fel, most azonnal. És mondta, jó, majd felhívom, nem most. Tehát, hogy nem hagytam, hogy ez 5 percet is késsen. Mert hogy hát ez egy ilyen majdnem sérülésmentes, majd most megtudjuk. 30 éves autó, elmúlt 30 éves decemberben. OT-t neki? Pontosan ezt szeretném, hogy igen, nagyon izgat ez az OT dolog, hogy ez hogy működik, és azt gondolom, ez egy nagyon jó alapanyag, hogy én ezt megvettem, és akkor most elkezdjük a tortúrát, hogy hogyan is lehet Magyarországon OT-t szerezni egy Zsigulira. 1200-es dökkel se jönnöttem föl. Annyit tudjunk egyébként, és ezt itt a nézők felé mondom igazániból, hogy Tibinek két becsípődése van. Az egyik az amerikai autók, az most már sikerült engem is megfertőzően, lassan majd Jánost is. Nem, a másik az a KGST piac. Hát most már úgy látszik, hogy sikerült ebbe is beletenyerelnünk. Menjünk be, mert kint vagyunk az utcán, nézzük meg a kis billigék csodát. Ez nekem ki kellett bontani itt a igen, egész kaput. Azt látom, hogy a lényegében a növényes a kerítés, az nincs elhatárolódva egymástól. Műszaki vizsga óta ez nem hagyta ezt az utolsó. Ez meg gyorsan nő. És az két éve. Menjünk.
És kijött a macska, figyeld, akkor a macska van. Gyere csak, Ofi! Ofi! Ofi, hát a Ofi, gyere be! Atya úristen! Na milyen szkacok? Nagyon komoly egyébként. Originál. Originál műbőrülés. És ez gyári szint. De még vaszfegyott a kormány, nagyon vb-s. Lajos, meséljen nekünk arról, hogy milyen kis okosságok vannak a járműben, illetve mi az, amit szeretünk. Most jutott eszembe, hogy a régi Mercik úgy jöttek be. Tudni kell, hogy én garoszi lakatos voltam, és a mémnél például csend. És a Merciket behozták ezekkel a nagy rendszámtartókkal. Azt le kellett szedni róla, mert ilyen kicsi volt a rendszám abban az időben. És én elraktam, hogy jó lesz ez valamire. Na aztán megjött az én kocsim hozzá, vagy 10 év múlva, és mint a kutya tojás a szájába, úgy proszol. Tehát vettél egy 1% mercit. Igen, van egy kis merci aladátlan. Egy pici merci. És hát, várjatok. Bíztárcse. Eredeti lámpa. Szóval azt gondolom, hogy ez aranyárba lehet. Nem kell. A szemüveg furcsa lenne ilyennel. Van minden. Nekem múltkor Lajos mutattál valamit, hogy ez hogy nyílik ez a csomagtartó, mert ugye te ezt régen az utcán tároltad. És de meg tudják, ellopják. Azért ez is. Tehát, hogy... USSR. Az érték János kezében. És angolul van rá. Persze. Hogy érezd, hogy egyébként minek. Érezd, tojatiban. Nem tomoroszul, de... Melyik volt az a százalék, aki ezt így akarta olvasni? Még erre is angolul van rá, hogy Made in USSR. Légy szíves is. Várjál, tudom, hogy ott... Hát tudom, hogy a kulcsa nem nyílik. Ezt hiába fordítom el, ez nem nyílik. Ez balisztikailag rossz hír. De most ezt... És ott a tuti. Ott a kallantyú. Egy rugóval is. Hát úgy van, hogy a kulcson mindig legyen egy ilyen 15 centis szúróeszköz, mert igen. Akkor tud bejutni a csomagtartóba. Tehát amikor a rendőrnek magyarázom, hogy ebben nem akarok bántani senkit, csak a kocsit akarom kinyitni. Biztos úr, nem akarok semmit! Tibikém, a kocsi kulcsod, légy szíves. Ja, köszönöm. Rá is fűzzük, igen. Ez nem fog tökön szúrni egyáltalán. Engem nagyon érdekel, hogy fog indulni. Tibi? Hát fél, röfendjük be. Tetszik. Tehát tetszik. Egyet bízom benne, hogy ezzel nem fog megfertőzni, mert már amerikai otokodás. Ennyi. Hát a kamárom az... Igen, hát a kamárom. Figyelj, kicsit érzem Taki bácsi szellemét a szomszédokból, amikor taxizott, mert akkor volt mindig ilyen ajtócsakorás. Akkor a kormány van benne, mint egy hajóhoz. Kinyitom, Tibi, hogy jobban halljunk. Igen. És a másik oldalon van. És bal oldalon gyújtás. Ajtókárpit is teljesen jó. Figyeljetek. Figyeld a röfit. Hoppá! Gázfröccsi nélkül. Két év választ. Most mondom, hogy megérte a KG-est. Mert hogy az amerikai autóink nem így indulnak. Nagyon kemény. Pöcröfre indult, öcsém. Szervó. A szervó az itt van. És milyen érzés ennyi év után ülni benne? Hát nagyon vicces. Az igazi kamaros, aki egy váltóklának örül. De figyelj, én ilyennel voltam Hollandiába. Ilyen autóval. Kellett valami bizniszt csinálni? Ja. Nem kérdezzük meg, mivel volt tele a csomagtartó. Volt valami üzlet benne? Nem, meg kellett néznem a tulipán mezőket. Értelek! Tehát ilyen volt nekem is. Olyan, ha sokáig műből. Néztem, akkor így eltűntem, tehát így mélységbe. Így. De ez Hollandia felé. De ez Hollandia, igen. Ez csak szigorúan. Nyissuk már közelét, engem a műszaki oldal jobban érdekel. Jó, hát mert engem a feeling érdekel, hogy mit gondolt Tibi arról, hogy egy ilyen autóban ülhet. Állj, fülöcsém. Szép. Na, itt van még egy izé. Bal kezem Typhoon, jobb kezem Tornado. De. Hoppá. Ugye? Az zárat. Ez megint tuning. A zárat itt így. Gyakorlatilag... Aha, egy retesz, egy plusz retesz oda az ezzel. Igen. Gyakorlatilag. A terv, az élmény, és hogy a terv, hova akarunk eljutni? Hát Balatonra, mondom, az első hekkezőig. Tehát siófok és hekk. Ezt mindig ki lehet venni. Jaj, odébb megyek. Csak most ez nem ebben való akkumulátor. Aha. A másik, innen van. Ezt én föl szoktam vinni, és akkor... Egy újabb dolog, amit rá lehet tenni a kocsi kulcsa. A lépcsőházba valaki okoskodik. Szóval tényleg most őszintén kérdezem. OT. OT. Szóval, hogy az egy Warburg. Ajaj, eredeti állapot. Az egy Warburg. Ott van hátul, csak szét el. Hát az 30 év alatt ez a műanyag. Jó, hát a vizsgára visszarakjuk, gondolom nem kérjük, hogy működjön. Egy két dolog, ami nem működik, de eredeti. Spriccelni, hát na. De egy spriccel most. Ja. Most igen, de majd az OT vizsgán nem fog. Olyan Zoli, mint a te kamárod. Bemelegszik. Te a fő, ez a fel, húha, kicsit felhős hazamegyek.
Én is felnézek, húha, hazamegyek, nincs ablaktörlőm. Ilyen. Tibi, én nagyon szépen gratulálok hozzá. Igazaniból még azt azért szemmel és kamerával is végigkísérném, hogy kiállsz a kertből, és elhatolsz. Én elállnék onnan szemből. Én is azt gondolom, hogy elállunk az autók. Alá lehet itt fordulni. Alá lesz az fordulva, ettől tartok. És akkor kövessük végig a tévéműsorban is azt, hogy, ja. hogy megy vagy nem megy az OT, mert hát azért szeretnék hangosan nevetni a nézőkkel együtt. De tényleg, tényleg gyönyörű, sima nagyon ügy tetszik. Jó, és hát azért majd a balatoni túrán is lekísérnénk téged egy autóval. Hát az egyértelmű, hogy együtt megyünk. Persze, csak mi másik kocsiban fogunk ülni. Nem. Ti ültök velem, jó, jöhet egy szervizautó. Jöhet. De mi elindulunk bátran, és a siófok a hack. Jó. Az a cél. Koppány típusú, ilyen ablaki kinyitó van. Aha. Ami, na az nem áll, nem nyílik. Letöltek róla a műanyag izét. Nem tudja, hogy nyílik. Itt, hogy nyílik? Hogy nyílik ez? Nézed, mert olyanok tölték le, akik szintén nem tudtuk. Régen a kipufogót gyártok, mert kormányok. Igen, koppány kipufogó. Ja, hogy be erre kell. Na, mindenfele úsztam, csak erre nem. Aha. És akkor így lehet az ablakot. És akkor ott marad. Mert az már rég ez a klíma. Ez a klíma. Így fél klíma, így meg nagyon. János. Igen. Nem maradod be? Nem. Ó, neked ez megy. Megy, ez Typhoon. Úgy csukom le Typhoon, mint az enyém lenne. Majdnem zsebre raktam, de... Nekem még lenne kérdésem. Ez a kettő micsoda? Azok ilyen kiegészítő lámpák voltak. Lajos, ja. Tényleg. Még elő van két kis csong. Ezek itt ködlámpa vagy? Igen, ködlámpa volt, míg le nem lopták róla. Ide fel lehet tenni egy tízes csavarra a ködlámpát, és nagyon baba, igen, nagyon baba. Hella szúrófény. És úgy kell a hellát föltenni, hogy rajta legyen az elején a hella, tudod, a búra. Tehát sose kapcsolod be, igen. Ennyi. Ez is úgy volt, és úgy vitték el. És eladták egy hét múlva újnak. Nem tudom, de ezeket én csináltam, és raktam fel ezeket, ez nagyon stabil. Működött is nagyon jól. Nagyon VB. Az egész szuper autó nagyon egyben van. Csak ez is azért már, vagy 10 éves az a gumi. Jó, az még. Új, az még. Azért van, nem kopott, azért van ilyen. Jajajaj. Vagy kinyitom, vigyázz, nehogy, vagy én kinyitom, jó? Ne rendetlenkedj. Na én már beülök, túráztatom. Új. Hát, hogy a voda fölmenjen, tudod? Értem, a voda. Új, mi lesz itt? Reméljük. Pöcröf! Arra megyek. A szervó? A szervó. Gumigaz, hogy benzingel vele, mert csak ennyi van. Ez kicsit kékesnek tűnik. Dehol. Leállítom. Volt egy kis utángyújtás. Fél, zseniális. Fél, húzzunk az első kúthoz vele. Ja. Ofi, gyere vissza, leszünk. Jó. Nagyon köszönöm szépen. Most pálik a szürke sárgától, a két meg a gazdától. Lajos, mit érzel, hogy elvisztük a kocsit? Nem vagyok közömbös, úgyhogy az biztos. Az látszik is, és egyébként az jó érzés, hogy azért egy családtaghoz kerül? Hát... Kösz. Hát nem azt hittem volt. Hát igen, ez egy szép zárókép lesz. De mi vigyázzunk rá. Szerencsém van vele. Búcsúzkodjunk és örültem, húzzunk tankolni. Mit kell mondani? Elfelejtetted, látod, egy dologra tanítottunk volna meg. Ennyi. Vitte a figyelmemet. Azt jelenti, hogy nem vagy egoista, mert az lenni, hogy tudnád, hogy magam is igyekeztem. Yeah. Szevasztok, fiúk, örültem a szerencsének. Én is örültem. Szia. Tibikém. Uraim. Zúzzunk, hol van benzinkút? Hát zseniális. Lesz egy kis izomláz. Jó, mondjuk most a fényszóróval indexeltem. És már mindjárt üzemi hőmérsékletem, hogy valamit próbálkozik a benzinmutató. Néha megugrik. Meg mondjuk fék, az nincs rajta. Időbe kell kalkulálni a megállást, vagy a lassítást. Ja, a szivató. Basszus. Egy padló közeli kettes. Bújtor azt mondta, hogy tűz, csúcsú. Hát ez volt a tűz. Viszont hibátlan a váltó.
Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy pöcröf azonnal. Jó lesz. Mondjuk fék nincs rajta. Zoli, csücs be! Csücs! Laptány még tudtam, hogy ez lesz a jelszörök utóbb a laptány. És ez a komoly. 7500-nél kicsattan. Jó, félig van. Igen. Nem. Igen? Igen. Hát azt mondta, van benne. Azt mondta Lajos, hogy van benne laptány. Jó, hát ehhez képest néha megröccent a benzinmutató. Tényleg, hogy direkt nem indexeltél, vagy nem működik? Nem, az van, hogy utólag jöttem rá, hogy a reflektorral indexelek. Az ülésnek az oldaltartás fogalma, azt kikezeltették. Két kar van, és én persze indexeltem. Na, az nem az volt. Csapassuk. Menjünk. Mondjuk fizessük. Iroda. Ja? Pedig igazi menekülős autó. Ennyi volt már a garázs, remélem élvezték az autómentést, és élvezték azt, hogy megismerhették Tibi vadonatúj zsiguliát, az ezerkecskét, amelyet majd az elkövetkezendő garázsokban is láthatnak, hiszen megpróbáljuk az életét végigkövetni. Ahogy az elmúlt hetekben mindig, most is ajánlom figyelmbe internet oldalunkat, a www.garazs.tv címen, ahol többek között régi adásainkat is visszanézhetik, de naponta frissülő hírekkel is találkozhatnak. Köszönjük, hogy megint minket választottak, és ne feledjék, garázs, ahonnan az autózás indul. Csomagolás technikában kizárólagos partnerünk a Napi Lab BT. A garázs támogatója a Gordius Alpha. A garázs támogatója a Fleet Concept Magyarország, a flotta kezelés fogalma. A garázs támogatója a Transfer Pricing Magyarország Kft. A garázs videokonferencia partnere a Streamnet. A garázs támogatója a Lookinsert Kft., akik segítenek csökkenteni IT kiadásait. A garázs támogatója a játéknet.hu Kft. A garázs támogatója a Kamera Kft. A garázsautóinak tisztaságáról az Easy Wash gondoskodik. Média támogatónk az AMS magazin. A helyszínt köszönjük a Kakucsringnek. Vagyontárgyai esztétikus védelmét bízza a magyar termék nagydíja Steelvent kerítésekre és kapukra. A garázs számítástechnikai partnere a notebook.hu internet oldalt üzemeltető Digitaltech Europe Kft. Együttműködő partnerünk a Mind Global, a humán szolgáltató. A garázs támogatója a Service for You Hotel Management Company. A garázs TV stábja kizárólag a Canon termékeit használja.